Halálra szúrta apját egy 13 éves kislány Galgahévízen. A férfi percekkel korábban részegen dühöngött otthon, megszúrta a nagyobbik fiát és élettársának is nekiment. A kislány végignézte apja tombolását, majd ő is elővette egy kést. Az 54 éves férfi belehalt sérüléseibe, fiát életveszélyes állapotban vitték kórházba. Vasárnap délben egy veszekedés után szabadultak el az indulatok ebben a Galgahévízi házban. Az 54 éves apa késsel támadt 18 éves fiára, majd neki ment az élettársának is. A késelést látta a család két lánygyermeke is. A kisebbik nem bírta tovább nézni apja brutalitását, felkapott egy kést és hátba szúrta a férfit. A helyszínre Aszódról és 60-ból is indítottunk mentőegységeket, mentőhelikopter is érkezett, de sajnos egy 60 év körüli férfi életét nem lehetett megmenteni. Egy másik férfit súlyos, egy nőt pedig könnyebb sérülésekkel szállítottunk ellátás után kórházba. Úgy tudjuk, a 18 éves fiú létfontosságú szerveit érte a szúrás, 8 órás életmentő műtéten esett át. A család néhány éve költözött Erdélyből Magyarországra, szomszédjaik megdöbbentek a családi tragédián, mindenki szerette az asszonyt és a gyerekeket, a családfőről azonban nem volt jó véleményük. Az alkohol csinálta itt az egész dolgot, mert ha az a bácsika nem ivott volna, akkor nem lett volna semmi baj. Bárkivel is beszéltünk, mindannyian azt mondták, a férfi gyakran ivott és agresszív volt. Volt, hogy el is költözött a családjától, de nemrég visszafogadták a férfit. 4 gyereket neveltek, közülük a nagyobbik lány már nem lakik otthon. A családban mindenki nagyon sokat dolgozik, a gyerekek iskola mellett is eljártak pénzt keresni. Bejár Pestre dolgozni, az egyetemre takarítani, ez mellett még van 2 munkahelye, szegény nagyon sokat dolgozott azért, hogy ezt a házat tudja bérelni. Én nem tudok más, én rosszat nem tudok róluk mondani, azt tudom, hogy a gyerekeivel is, mikor a boltba mentem, mindig beszélgettünk, egy iszonyú dolgos, aranyos gyerekek. Stábunk hétfőn délben járt a tragédia helyszínén. Láthatóan volt valaki otthon, de senki sem akart beszélni az újságírókkal. A 13 éves Bettit egyelőre nem vették őrizetbe. A rendőrség büntető eljárásban vizsgálja az ügyet. Az ATV híradót Galgahévízről a debreceni Csilla tudósította.